Tulajdonképpen van egy régi mondás, az így hangzik, hogy minden út Rómába vezet, ami lelki értelemben azt jelenti, hogy amikor a saját felnőttkorunkról, meg jelenünkről gondolkozunk, meg vizsgálgatjuk a szükségleteinket, vagy hogy azzal hogyan boldogulunk, hogyan járunk az utunkon, vagy hogyan megyünk félre, és hogy nem sikerülnek a dolgok, akkor lényegében akarva-akaratlanul, ha ennek a mélyre akarunk ásni, akkor a családhoz fogunk eljutni. Hát néha meg még sokkal messzebbre, mert a gondjainknak egy része azért az egy több generációs ügy. Ugye a generációk hosszú sorában is nagyon sok fájdalom, meg nehézség, néha szörnyű traumák, veszteségek halmozódtak fel, amik valami módon a ők, déd és a szüleinkre és ránk is hatással vannak. Nem feltétlenül valamilyen misztikus módon, mert nyilván van annak is hatóköre, hogyha valaki arról gondolkozik, hogy ez valamiféle mezomorf mezőn, valamiféle titkos ágakon, bogokon, ereken játszik bele az ember életébe. Pszichológiai szempontból ezt egy kicsit szűkebben szoktuk gondolni, egyszerűen azért, mert hatókörünk erre terjed ki, hogy a családjaink történetében sok olyasmi van, ami hatással volt rájuk, ami meggyötörhette őket, és ez úgy tevődik át a születendő gyerekekre, hogy a társadalmi nehézségek belejátszanak a családok életébe, és megnehezítik a szülőként való működéseket. És akkor valahogy a család felszívja ezeket a nehézségeket, mindenféle hiányokon, meg dühökön, meg frusztrációkon, meg balul elsült nevelkedéseken keresztül. Szóval a társadalom traumái egyszerűen beszivárognak a családból. Szóval mondjuk egy most háború van, most a háborús helyzeteket nézzük, akkor arról van szó, hogy a történet a családban az lesz, hogy mindent elkövetett apád és anyád, hogy te ne sérülj közben, de mindent elkövetett közben nekik mégiscsak légópincébe kellett menekülni, és mégiscsak lóhúst kellett vágni a sarkon, és ez a gyerek életére hatással volt. Amikor az a szó elhangzik, hogy egy család mérgező, az egy erős szó, és talán nem mindent kell így hívni. Nyilván, hogyha figyelmet akarunk kiváltani, akkor erős szavakat használunk címekben is, meg szalagcímekben is, meg tévéműsorokban is, tehát ezt a szót, hogy mérgező, meghallja valaki, akkor azt mondja, hogy hú, ezt most megnézem, mi van. Ugyanakkor a családok működéseiben mindig van diszfunkció, hogy úgy mondjam, mindig vannak zavaros, zűrös dolgok, rosszindulatú dolgok is lehetnek, hébe-hóba, vagy kezeletlen agressziók. De hát nyilván vannak olyan családok, ahol ez egy ilyen mintázattá áll össze, és valóban toxikus a légkör. Tehát, hogy rendre, folyamatosan, visszatérően valami nagyon rossz történik a gyerekekkel, valami nagyon alapvető módon játsszák ki a szükségleteiket, vagy nem teljesítik be az ő fejlődési igényeiket. De olyan elemek, amik nehezek a gyerekeknek, az meg minden családban van. Ezért egy picit veszélyes a toxicitásról beszélni, mert akkor az összes leendő szülő, vagy éppen aktuálisan kisgyereket nevelő ember, az a szívéhez kap, hogy ez most így mindjárt ő is csinálja. Tehát, hogy ugye nem kell ennyire félni a dologtól, mert nem tudjuk, azt nem tudjuk kiküszöbölni, hogy a gyerek sokféle nehézségen megy keresztül miattunk is. Hogy a szerző, akinek a könyvéről beszélgetünk, illetve a könyve űrügyén beszélgetünk ezekről a dolgokról, Nedra Tavab, ugye ő azt írja, az nagyon tetszik nekem, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen a szülő az így alapjáraton, az nem más, mint egy felnőtt gyerekkel. Tehát ha belegondolunk, hogy a szüleink hány évesen lettek szülők, van aki 20, van aki 17, nyilván van aki 40-50 évesen lesz szülő, de akárhány évesen is leszünk, olyasmit kezdünk el csinálni, amit még sose csináltunk. Tehát gyerekként az egésznek van egy misztériuma, van egy
egy mindent várás és egy teljes kiszolgáltatottság, hogy ez a nagy, erős, csodálatos valaki, ez nagyon értse, hogy én ki vagyok, úgyhogy nyilván el se tudom mondani, mert csecsemő vagyok. Tehát nyikkangatok, meg bőgök, meg böfögök. A jelenben, a felnőtt korunkban, amikor azon gondolkozunk, hogy hogy vagyunk, és mondjuk szakemberhez fordulunk, vagy segítségre van szükségünk, akkor hát valahogy úgy tükröződik a gyerekkorunk, meg hogy az eredeti családunk mérgező volt-e, vagy legalábbis nagyon nehéz, vagy valamilyen szinten diszfunkcionális, hogy most a jelenben mit tudunk kezdeni az éppen aktuális szükségleteinkkel, hogyan bánunk saját magunkkal, tudunk-e egészséges határokat húzni, és hát, hogy hogyan bánunk, és hogyan gondolunk a többi emberre, vagy hogy bánunk velük. Tehát ez ugye a jelen problémáink keresztül eléggé valószínű rajzolatai vannak. Szóval már egy szakértő fül azért azokat a barlangrajzokat már látja a szeme előtt, hogy volt annak a kisgyereknek az élete, amikor a jelenben mondjuk súlyosan drogozik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, szélsőséges belső reakciói vannak, vagy önsorsontó viselkedései. Tehát azért ezek olyan dolgok, amik azt jelzik, hogy valami nagyon nem lehetett neki könnyű. Nyilván mindenkit érhet az élete során is olyan trauma, olyan katasztrófa helyzet, ami után egy poszttraumás állapotba kerül, és az bizony meghatározza. Tehát vannak ilyen kataklizmák az életben. De ha ilyet nem találunk, tehát hogyha ennek nincsen nyoma egy élettörténetben, akkor biztos, hogy a gyerekkornál kell kapirgálni. Van, aki teljesen világosan emlékszik, hogy zűrös volt az élet, de akkor sem mindig a dolog érzelmi súlyának megfelelően. De hát, hogyha így kategorizáljuk, hogy mik ezek a nehézségek, akkor az egyik típusú nehézség egy gyereknek az, hogyha a szükségleteit valamilyen akár toxikus szinten nem töltik be a szülők. Tehát, hogy a gyereknek szüksége van szeretetre, gyöngétségre, biztonságra, kiszámíthatóságra, rengeteg dologra, tehát most nagyon sok szó és jelenség jöhetne. De természetesen vannak szülők, akik drogoznak, akik nem éretlenek még ahhoz, hogy egy csecsemő gondjával, bajával foglalkozzanak, és akkor nagyon sok módon tudnak nem törődni a gyerekkel. Aki ezen keresztül nem tanulja meg azt, hogy ő egy értékes és szerethető valaki. Ugye a másik fajta, másik csomag, hogy úgy mondjam, ami ilyen problémákhoz vezet, az, hogyha valami rossz dologból van sok, ami hát elsősorban azt jelenti, hogy bántás, tehát hogy egyáltalán nem elhanyagolható jelentőségű ugye a verbális bántás, tehát amikor a szülő szarkasztikus, gúnyos, állati kritikus, egyáltalán ha már önmagában az is, hogyha a szülő csak akkor nyilvánul meg, ha valami baja van a gyerekkel, tehát lehet, hogy ez csak napi egyszer van, de ha más nem csinál, akkor a gyerek csak annyit tud meg, hogy ő rossz. Nem azt, hogy ő rosszul csinál valamit, ami egy egészségesebb élmény, hanem azt, hogy ő maga rossz. De hát természetesen ez a bántás az elmehet a fizikai és a szexuális abúzusig, ami pedig tökéletesen le tudja rombolni egy gyereknek a határait. Tehát azt a önmagához való viszonyát, amit aztán felnőtt korban egy csomó jelenség fog tükrözni az életében, hogy ő neki vannak határai, vannak jogai, ő mondhat nemet, ő eldönthet egyedül dolgokat, stb. Szóval vannak egyéb nehézségek is, tehát ilyen tud lenni mondjuk a szülőknek, vagy az egyik szülőnek a túlzott bevonódása a másik életébe. Tehát ott is a határokkal egy komoly baj tud lenni. Ugye ez egy ilyen irodalmi eset, amikor egy anorexiás kamaszlány bevisz az anyukája egy rendelőbe, és akkor a kislány ránéz, és azt kérdezi, hogy mama, kell pisilnem? Ez azt jelenti, hogy ő a saját jogán nem meri értelmezni a saját érzéseit, de bízik benne, hogy ez a valaki, aki nagy erős, és aki teljesen belefolyik az ő életébe, és tökéletességre
próbálja sarkalni, hogy az a valaki még ezt a szükségletét is fogja érzékelni helyette. Nyilván nem, de ezt a gyerek ebben a bizonytalanságban újra és újra kivetti magából ennek a lehetőségét, hogy ő érzékelje valamit. És azért ebből óriási bajok születnek. És még talán egy negyedik csomag ez, hogy mondjuk van olyan, ami módjával jó lenne egy gyereknek, de ha sok van belőle, az nem jó. Tehát, hogyha engedékenyek, vagy ráhagynak dolgokat, az segíti őt az önállóságban, de ha nagyon engedékenyek és nincsenek keretek, akkor nem tanulja meg szabályozni a saját érzéseit, működéseit, cselekedeteit, és olyasmikre is bejogosítva érezheti magát, vagy olyan dolgokat nem tud szabályozni, amiket azért, hogy az emberi együttélésben tudni kéne. Most jó sok mindent mondtam, de a lényeg az, hogy ezek a jelenségek együtt a jelenben nagyon erősen ott tudnak lenni. Szóval, hogyha ezeket a jelenben zajló, akár nagyon komoly nehézségeket látjuk, akkor muszáj kikutassuk, hogy ez a valaki hogyan élhetett akkoriban, amikor pici volt. De persze sokszor az emlékek nem jönnek, de a mechanizmusokat tudjuk elcsípni. Tehát nem kell attól megijedni, hogy valaki nem emlékszik. Sok mindenre nem emlékszünk, meg bizonyos életkorainkra valószínűleg nem emlékszünk. Viszont a jelenben ható belső kártékonyabb sémáink, működésmódjaink, viselkedésmódjaink, na ezeket viszont elő lehet szedni, és meg lehet vizsgálni. Kézikönyvek azok jó dolgok, nagyon sok mindenre rávilágítanak. Ugye, mivel sok ember céloznak ezért, nyilván nem minden fog rólunk szólni, ha egy ilyen könyvet a kezünkbe veszünk. Ezek önfelfedező és önsegítő könyvek. Nem minden ránk vonatkozik, de sok mindennel gazdagíthat. A legtöbb gyerekkori szenvedésből és traumából van valamiféle kiárat. Nagyon sokat dolgozhatunk magunkon. Ugye ezek a könyvek, akár az én határokról szóló könyve a továbbnak, akár a mérgező családokról szóló könyve, valóban adnak ilyen gyakorlati útmutatásokat is arra vonatkozóan, hogy hogyan bánjunk saját magunkkal, és ezekkel a múltbeli dolgokkal, vagy például a jelenben a családtagjainkkal. Szerintem a kézikönyveknek az a funkciója, hogy valamilyen munkát elkezdjünk, vagy egy meglevő terápiás munkát kiegészítsen. Szóval a pácienseim egy része az rengeteget olvas, podcastokat hallgat, sématerápiás könyvektől a tesztekig, mindenfélét használnak arra, hogy ők maguk ezeket megdolgozzák, és egy ilyen párhuzamos munkálkodásban vannak, ami a közös munka mellett zajlik, és akkor azt ugye vissza lehet hozni, át lehet beszélni. Tehát gyakran ezek ilyen egymásba folyó, egymás segítő dolgok. Azt tudom mondani, amikor segítünk embereknek, akkor különböző nyelveken, meg járásokon keresztül végül is ugyanazt célozzuk, hogy van ő, hogy hogyan tudunk úgy szolgálatba lépni az életében, hogy fejlődjön, túlfejlődjön olyan elakadásokon, amik akár nagyon meghatározóak is lehetnek. És egy-egy ilyen könyv egy picit másképp, egy picit színezve, valahonnan máshonnan nézve mindig hozzáad. Továbbnak ugye az én határokról szól, ami tulajdonképpen ugyanazt mondja, amit minden egyéb irányzat is mond, csak valahogy az én határaink keresztül ragadja meg azt, hogy hogyan gondoskodunk a szükségleteinkről, vagy hogyan nem gondoskodunk. Ugye ott azt mondja, hogy lehetnek az én határaink szilárdak, de rugalmasak, ugye ez egy egészséges dolog, de lehetnek nagyon átjárhatóak, tehát hogy bárkinek a szükséglete felülírhatja mondjuk az én szükségleteimet, ami rengeteg bonyodalomhoz vezet, vagy lehetnek rendkívül merevek és elutasítóak ezek a határok, amik viszont nem nagyon segítenek az emberi érintkezésben. És akkor ez olyan, mintha egy jó erős szálat meg lehetne fogni egy történetben, és akkor ezen keresztül lehet elmesélni,
valamit, hogy hogyan bánik valaki azzal, hogy, hogy kapcsolódjon a saját érzéseihez és igényeihez, és rendet tudjon ebben tartani, mert egyébként ez ad jó esélyt arra, hogy másokkal is tudjon törődni, például ha áttérünk a családokra, a saját gyerekeivel. Ez a családról szóló könyv szintén nagyon hasonló mintára épül. Itt azt veszi végig, hogy hogyan kezeljük azokat a helyzeteket, amikor felfedezzük, hogy hát erős nyomai vannak annak, hogy sérüléseket szenvedtünk el, és hogy akár még a jelenben is ott vannak azok a szereplők, akik ezt okozták. Ez két, ha úgy tetszik, külön vonal is, mert az egyik az, hogy magamon dolgozom, munkálkodom, hogy jobban legyek, másokat éljek át, mint eddig. A másik az, hogy ott van az az apa, anya, nagybácsi, fogdosós, nagypapa, nem tudom kicsoda, akivel viszont valami tele kezdenem kell, mert vannak mítoszaink, amik és tradícióink, amik belekényszerítenek abba, hogy a rossz mechanizmusokat fönntartsuk. Mondjuk azt, hogy a család az egy olyan szent intézmény, hogy muszáj találkozni a genyó nagypapával. Miközben a genyó nagypapa valójában abuzált, vagy annyira csúnyákat mondott mindig, és olyan goromba volt, hogy legszívesebben a lábamat se tenném be hozzájuk. És akkor ebben nem könnyű eligazodni, mert egy család az egy rendszer, az egy nagyon, nagyon kialakult erőtér, amiben már nem is személyek vannak, hanem tulajdonképpen egy ilyen önálló lény. A csoport, a család az egy ilyen lény, az nem olyan, hogy az egyes emberek mit gondolnak, és ott bizony ebben az erőtérben azt mondani, hogy én, mint az egyik alkotó elem, másképp fogok működni, mást érzek, én aszerint akarok működni, ahogy érzem magamat, az egy nagy kockázat is. Az egészet borítja. Minden az ellen foghatni, hogy én ezt megcsináljam, és könnyen válhatok fekete bárányá is. Ezt írom az előszóban is, ami jó erős felvetés. Ugye a Thomas Vinterberg első filmje, tulajdonképpen az első dogma film volt a Születésnap, magyar címen Születésnap, ahol az van, hogy van egy család, nagy család, testvérek, szomszédok, barátok, mindenki ott van, és apuka 60 éves, és akkor az egyik fiú beszédet mond, és hát egyszer csak így elmondja azt, hogy az apukájuk őt és az ikertestvérét rendszeresen szexuálisan molesztálta. És ugye ez a film elején van, tehát ez így kezdődik, és a megrázó az nem is az, hogy ezt elmondja, hanem az, hogy nem történik semmi. Hanem hogy arra biztatják, hogy ne rontsa el az ünneplést, hogy miért most. Nyilván a film az hosszú, vagy hosszabb, meg történnek aztán dolgok, de az első reakció az, hogy a rendszer megpróbálja vissza tenni ezt a dolgot az addigi helyére, a csöndbe. Ja, amikor valaki a családja működései ellenére elkezd rendet tenni az életében, és azt mondja, hogy ő saját magát választja, megismeri az érzéseit, a múltját, a jelenbeli viszonyulásait, valahogy hitelesebben önmagához igazítja, akkor kockázatot is vállal, és hát szembe megy a strádán sok mindenkivel valószínűleg, ami jelentheti azt, hogy majd a többieknek is változnak az attitűdjei, de egyáltalán nincs erre garancia. Nagyon fontos üzenete a könyvnek, hogy valójában magunkért vagyunk felelősek. Tehát nem annak kell neki ugrani, hogy akkor elmegyek az apámhoz, az anyámhoz, a nagyanyámhoz, nem tudom, és megváltoztatom őket, mert egyrészt erre nagyon kicsi szansz van, hogy ez sikerüljön, másrészt ezzel nincs dolgunk. Az egy áttételes dolog, hogyha én változom, akkor talán ez valahogyan hat a rendszerre, de a cél nem lehet az, hogy másokat változtassunk meg. A cél az mindig az, hogy saját magunkat. Elsősorban saját magunkon tudunk dolgozni, ennek lehetnek ilyen mellékhatásai, hogy ez másokat jól, vagy esetleg inkább rosszul érint. És hát ennek, hogy magunkon dolgozunk, ennek is sok fokozata van, a korai szemlélődéstől, tehát nézegetem, hogy
mi ez, miért van ez vele, talán összefügg velük, talán összefügg ezzel, azzal. Aztán egy mélyebb szemlélődés, hogy milyen mechanizmusok alakultak ki bennem, amiatt, ami velem történt. Aztán jön egy olyan szakasz, hogy meg tudjam magam különböztetni, hogy attól, hogy azt csinálták velem, attól én nem az vagyok. Nehéz egy általános szabályt mondani arra, hogy mikor forduljunk segítségért, hiszen ezeknek a nehéz családi történeteknek és ezek folyamányaként kialakult tüneteknek a skálája az borzasztó színes. Tehát, hogy ezek lehetnek kapcsolati zavarok, az, hogy mindig megdől valami, ami el se indul, vagy jól indul, de elbotlunk benne, lehetnek impulzuskontroll zavarok, hogy valahogy nem tudom keretek között tartani azt, ahogyan viselkedem, vagy érzem magamat. Lehetnek evészavarok, lehetnek egyéb függőségek, életvezetési göröngyösségek, szóval nagyon-nagyon, és hát persze depresszió, szorongás, különböző tüneti képek, amik így önálló módon jelennek meg, mintha az lenne az igazi dolog, de ezek ilyen köntösei valaminek, amiben a tartalom az, hogy én magamhoz egyszer rosszul viszonyulok, és nem tudok jól gondoskodni arról, hogy ki vagyok, ki lehetnék, stb. Nincs, szóval azért mondom, hogy itt inkább a szenvedés szokott egy meghatározó faktor lenni abban, hogy valaki segítséget keres, és hát újabban valójában, ami egy szomorú és társadalmi dolog, hogy nagyon sok szenvedő ember egyáltalán nem talál segítséget, hiszen azok az ellátási formák nagyon beszűkültek, sőt a magánszférában is lassan elérhetetlenné válik, vagy az ára, vagy a várakozás miatt a terápia, szóval a jelen helyzet ilyen szempontból nem kecsegtető, nem egyszerű legalábbis. De ami az embereket lelki segítség felé viszi, az azért az alapvetően a szenvedés. A jó hír az, hogy ha valaki tényleg komolyan elkezd azzal foglalkozni, hogy talán azok a dolgok, amik az ő problémáit okozzák, azok nem körülötte vannak, hanem benne. Eredetileg körülötte voltak, de beleköltözött, mert hogy a saját magához való viszonyt meghatározzák most, hogy ezzel nagyon komoly munkát lehet végezni. Szóval, hogy az az önfelfedezés, hogy nekem vannak saját érzéseim, és bármilyen tradíciókból jövök, ezek lehetnek kulturális, vallási, családi egyéb hagyományok, amik igazából az ezekhez való viszonyomat újra és újra megvizsgálhatom és felülvizsgálhatom, és hogy nekem vannak saját érzéseim, saját indítatásaim, én nem valakiknek vagy valaminek a terméke vagyok, hanem én vagyok. Hogyha ebben egy szabadság felé el tudok mozdulni, akkor rengeteg dolgot előbb-utóbb megtanulok kezelni. Nem az a sorrend valóban, hogy elkezdek valamit csinálni, ha túl hamar csinálom, akkor az visszadob engem, hanem hogy ezt a valakit, aki itt szuszog bennem, ezt érdemes megismerni először egy kicsit, hogy aztán ebből fakadóan tudja kidolgozni olyan módszereket, amik illenek hozzám, hogy ne túlkompenzáljak, csapkodjak, vagy ne elkerüljem a bajokat, hanem tényleg hitelesen önmagammal tudjak válni, de erre borzasztó sok lehetőség adódik, és egy könyv sem rossz indulás.